Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Rexturgis nevű sorozatomnak a következő része, és nagyon izgatott vagyok, mert az előző epizódban sikerült megszervezni a kis helyjegyzési vacsoránkat, és remélhetőleg minden sikerült lerendezni, van tanunk, van mindenféle szerepre emberünk, van eskető emberünk is, stb. És egyébként sok-sok pénzünk is maradt, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Hey, I got a special gift for you. Thank you. El is veszük tőled. Szóval igazából ebben az epizódban azt csinálunk, amit csak szeretnénk. Én szeretném megszervezni az esküvőnket is lassan, úgyhogy erre fogok fókuszálni. Nem hiszem, hogy bármi egyéb előkészítő eseményre szükségünk lenne. Szerintem Vilikék nem igazán tartják fontosnak, hogy tartsanak egy ilyen partit, tudjátok, hogy hívják azokat? Legény és leány búcsú. Azt hiszem, az a nevük. Rettentően rossz vagyok szókincsben. Ah, nézzétek, Vilike fiunk, de cuki. Imádom ezt az embert. Mindig elfelejtem, hogy ilyen kis aranyos. Na de ezt be tudjuk szépen esküvői ajándéknak. Köszönjük szépen. Természetesen maradhatsz, és lóghatsz velünk egy kicsit. De cserébe hallgatnod kell, ahogy lelkendezünk az esküvőnkről. Illetve az esküvőt már azt hiszem meg is szerveztük. Holnap lesz, elképesztő, már el is felejtettem, hogy minden le van zsírozva, csak el kell mennünk. Akkor igazából az utunk ki van jelölve. Nézzétek, szegény kis gyertyácskáink, hogy leégtek. Dispose of melted candle. Végül is még mindig lisztelhetjük Plopsim. Eskü megpróbálom, hát ha valaki megveszi, tök drágáért Plopsinak is leég egy gyertyáinkat, miért ne? Remélem nem az esküvőnkön fogsz szülni. Gyorsan kérdezzük is meg tőle, hogy mikor fog szülni. Friendly. Volt olyan, hogy ask baby's due date. Would you believe, Stanion? Az micsoda? Megnézem a kis családi eszköztárunkba, hogy mit kaptunk. Ja, nem is itt van. Akkor Vilikének az eszköztárában van. De cuki csinált róluk egy képet, Istenem! Ez mennyire cuki. Nézzétek, egy ilyet kaptunk. Ez tetszik, ez egy teljesen jó esküvői ajándék. És egyébként 20 szimoleont ér, úgyhogy megéri megtartani. Van free grocery delivery kuponunk. Elképesztő. Megnézzük akkor a kis sütőnket, hogy mi az, ami esetlegesen hiányzik belőle, amit érdemes lenne pótolni. Van egy csomó zöldségünk, meg ilyesmi, de inkább úgy ellenőrizném le, hogy megnézem a recepteket, hogy mi az, ami úgy nagyon érdekelne, és mi az, amihez nincsen cuccunk. Ilyen tofunk, meg ilyesmink nincsen, úgy látom, meg halacska is jöhetne, sajt, veszünk sajtot. Remélem a Sims-ben nem olyan drága a sajt, mint a való életben, mert akkor nem lesz pénzünk esküvőre, az biztos. Van tiketünk, azt hogy használjuk fel? Throwaway. Nem akarom throwaway-elni. Szeretném beváltani. Order a delivery grocery. És szerint nem tudom nekik megmondani. Veszünk lazacot. Hol tudom megadni, hogy please, ingyen hozzátok ki. Szerintem zöldségekre nem lesz szükségünk. Chocolate milk, az kelleni fog, chocolate egg. Nagyon fancy dolgok vannak itt. Ezek nem elég izgik, úgyhogy egyelőre ennyit rendelünk. És megnézzük, beváltják-e a kis kuponunkat. Remélem, hogy igen. Jó, Vilike. Egy kicsit szakítsd meg itt a társalgást az embereket. Blacken is thinking of leaving due to inadequate care. Nekem ti nem mondjatok ilyet. Tök sokat gondozlak titeket állandóan. Ebből áll az egész napom, az egész életem abból áll, hogy titeket gondozlak, pipikék, úgyhogy nekem ti itt ne lázadjatok. Na szép. Majdnem fél másodpercig éheztetek, olyanok vagytok, mint a tengeri malacok, esküszöm. 5 percig nem kaptok enni, lázadtok. Még jó, hogy a tengeri malacok nem tudnak elmenni.
mert ez nem a Sims. Minden esetre Kim néni itt átveszi az irányítást, és szépen kitakarít. Szuper. Mi történik? Mi történik? Kigyújtott ki mit, fiam? Hol a tűz? Hol a tűz? Hol a tűz? Mit gyújtottatok ki? Excuse me? Úristen! Tudod, mint ne te olst ki. Hívd a tűzoltókat, legyél kedves. De nem kell bemenni hozzá. Béna vagy, Willy fiam, béna. És milyen mély nyugalommal hívja a tűzoltókat. Megalszik a teje szájában. Semmi aggodalom. Á, figyú, itt kigyulladt valami. Van kedvetek jönni? Ne olcsod már el, akkor gyere le. Go here. De ráadásul az egy nagyon dragac, az lesz. Te is terhesen, néni. Gyere már be katasztrófa turistáskodni, az Isten áldjon meg titeket. Menjél már ide. Ne olcsátok el, majd a tűzoltó bácsi jön és eloltja. Huhú! Oda nézzetek, hogy szalad, öcsém. Kaptunk biztosítást. Most meg bezzeg felsz, Vilike. A tűz mellett nem, egy emelettel lejjebb már aggódsz. Elképesztő. Linda közben a háttérben szolgáltatja nektek az alapzajt ehhez az epizódhoz. Ez terhes ez a tűzoltó bácsi amúgy? Nekem úgy tűnik. Állítok kell róla egy jó kép, mert azért nem minden nap érkeznek tűzoltó bácsik a játékunkba szerintem. Legalábbis nálam sose érnek ki. Oké, most kihívtuk őket, de alapvetően nem szoktak jönni, a szimeim oltják el mindig a tüzet. Remélem most nem büntetnek meg, amiért nem volt tűz a telkünkön. Végül is így akár egy lánybúcsút is összehozhattunk volna, oda is jöttek volna a tűzoltó ruhás kis csippendél bácsik. Na de se baj. Az a lényeg, hogy Kim néni nyugodtan alszik. Szerintem Vilike is nyugodtan fog aludni, de gyorsan lemehetne enni valami vacsorát, meg egyébként ki is takaríthatna. Remélem van valami finom még a hűtőszekrényünkben. Na hát már ez is tönkre megy. Figyelj, Vilike, megszereled, mielőtt elmész aludni? Nyújt vegyet, Vili fiam. Kim néni pedig folytathatja itt az állatok gondozását szerintem, mert a pipikék most sem lesznek túl elégedettek. Ott tartottunk, mielőtt nagy tűzeset történt, hogy ki akartam takarítani a kis kúpjaikat. Ez már tiszta, jó, szuper. Akkor egyet sikerült is megvalósítani. 1465 a generátorért? Jó, hát amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Mégiscsak ez fogja ellátni a háztartásunkat árammal. Vilike, most elindítottad ezt? Elindítottad. Nagyon szép. Kéne adni hozzá fuelt. Ja, nem kell hozzáadni, mert azt írja, hogy doesn't need a national fuel. Király. Kim néni ügyesen takarít, és egyébként nagyon jól érzi magát, azt leszámítva, hogy egy kicsit büdi. Ami nem akkora tragédia. Szóval kitakarítjuk még ott azokat a kis istállókat, és utána elmehet fürcsízni. Hogyha már büdös, akkor használjuk ki ezt a lehetőséget, illetve gondozni kéne a kertet is, de az nem Kim néninek a reszortja, hanem Vilikéjé, úgyhogy amint felkem, tedd el heti is a gardenünket. Ügyesen, okosan. Jó! Ez elromlott, Kim néni. Mennyire vagy jártas ilyenekbe? Ripereljed. Várjatok a generátort is. Nem, a generátort nem lehetett volna riperelni. Hülye vagyok, hát leégett. Azt egy kicsit kevésbé lehet megjavítani a játékban, sajnos. Pedig jó lenne, ha lehetne, mert most 1250 szimoleonnal több pénzünk lenne, ami azt illeti. Egy kicsit aggódok Kim néniért, ugyanis feszült, és nem biztos, hogy neki most ezt meg kéne szerelni, ezt a kis, hogy hívják ott, szélmalmot. Egyébként Kim néni milyen trendi már azzal a kis csizmájával, mert el is felejtettem, hogy ilyen designer cuccokba öltöztettem őket. De végül is igen, mert elég gazdagok ahhoz, hogy normális ruhákat viseljenek. Ez is elromlott, öcsém. Kim néni elég stresszes éjszakád van. Látszik, hogy nem tud aludni. Őt jobban megviselte a tűz, mint
négyes Hendinas jártasság király. Szóval őt jobban megviselte a tűz, mint Vilike fiunkat. Szuper. Ez is megjavítva. Tökéletes. Nagyon-nagyon hatékony vagy. Elmehet mosdóba. Megfürcsízni akkor már. Oké, és ezután Kim néni is elmehet aludni, bár kéne valami profittermelő tevékenységet is végeznie, én azt mondom. A Vilike úgy alszik, mint egy kis baba. Hát nézzétek, de aranyos. Valaki szerintem megnyomta a press the red danger button opciót véletlenül, és nem én voltam, szóval szerintem valamelyik vendégszím jött, és megnyomta a nagy piros gombot a generátoron, és azért gyulladt fel. Ez lehet az egyetlen magyarázat, amiért ez a tűzeset megtörténhetett itt. De elég béna voltam, hogy nem találtam meg, hogy hol van a tűz. Na most Vilike felkelt, és szerintem ő is gondoskodhat egy kicsit az állatokról. Megfejhetjük a tehenet, meg borotválhatjuk gyapjaskánkat, illetve a pipikékről is gondoskodunk. Kim néninek a tojásait átrakjuk magunkhoz, és szépen megyünk, és eladjuk a portékáinkat ma már tényleg. Ó, és Kim néni ezt is lisztelhetett, Plopsi, mit szólsz hozzá. Szépen eladjuk a kis termékeidet, illetve itt látok egy csomó evolválható növényt. Aha, te csillogsz. Szuper. Valaki még itt csillogott, én tudom. Te vagy az? Helyes. Mindenkit evolválunk. Természetesen minél minőségibb a termény, annál jobb. Most hova mész, Vilike? Kigazoltál mindenkit? Megöntöztél mindenkit? Nekem gyanús vagy ám? Itt elég nagy a káosz a kertnek ezen részében. Még nem menjem megjavítani a dolgokat, hanem harvestelj mindent le szépen, hogy elmehessünk eladni. Az a csap még ráért, talán megvárja Kim nénit is, aki most szépen eszik valami finomat, amit én jóvá hagyok, és akkor utána esetleg megjavítja ő azt a csapot. Holnap van Love Day, és ma van az esküvünk? Ma van az esküvünk? Mert akkor ma van az esküvünk. Délben, ha minden igaz. Úgyhogy az már mindjárt van. Szóval össze kell szednünk magunkat addigra, úgyhogy nem bánom, hogyha Kim néni most így a szükségleteivel foglalkozik egy kicsikét, meg egy kicsit rendet rakhat, hát ha jönnek át majd vendégek gratulálni az újdonsült párnak. Hoztak itt nekünk a madárkák ajándékot, ami nagyon cuki tőlük, de nem biztos, hogy lesz rá időnk, hogy ezt bearassuk tőlük. Jéj, oké. Már mennünk is kell. Let's start. Izgatott vagyok, úristen. Megleptem saját magamat azzal, hogy ezt előre leszerveztem, és jól elfelejtettem. Úgyhogy ennek most nagyon-nagyon örülök. Tudom, hogy tortánk nem lesz, mert azzal nem akartam különösebben vesződni. Nézzétek, mindenki milyen csinatos, öcsém. Kérjünk meg mindenkit, hogy szépen üljön le. Please take your seats. Kapásból ezzel fogunk kezdeni. Ó, nagyon szívesen, de te hol vagy például? Szaraszkott néni. Nem hívtunk meg az esküvőnkre? Szerintem meghívtunk az esküvőnkre, úgyhogy inkább gyere. Oké, mindenki szépen leül. Jó, még itt gyülekeznek a népek, úgy látom. Még egy nyuszika is megjelent a helyszínen. Discuss dangers of dust bunnies. Na kérjük meg az újdonsült embereket is, akik most érkeztek, hogy legyenek szívesek letenni a feneküket. Vilike, hol vagy? Pisizel. Jó, oké. Pisiz. De akkor már ürítsd is ki a hólyagot, Vilike. Tudod, ez így működik. Ha elmegyünk pisilni, akkor pisilünk is valamit. Ő nagyon csinos, nézzétek meg, de mondjuk nem mondta el neki senki, hogy nem illik feketét felvennie egy esküvőre. Te miért ott ülsz? Jézusom! Jó, ezek szerint nem raktam elegendő széket, vagy nem elég közel, tehát úgy látom, az a kettő nem felel meg az elvárásaiknak. Kim néni ott gyülekezik a háttérben, imádom. Na, kit küldjünk le? Send down the aisle. Seam of honor. Hillary. Oké, Sarah néni nem tudott eljönni, úgy látszik.
Úgyhogy csak egy tanunk lesz, de semmi baj. Szere? Nem, az biztos nem, Tony Hatch. Biztos, hogy meghívtunk ennyi embert? Sandown, Van Sim, nem. Sandown, Ringbearer. Nem, azt majd utána kell küldeni. Sandown, Willy és Kim. Várjatok, nem. Azt mondjuk, hogy Kim néni először Willy-ken, ami nyer összeszedem magam Walk Down the Aisle. Ők egyedül mennek, a szülők nem élnek, nincs ki kísérjen minket szerintem. Legalábbis nem emlékszek. Hé, te szára vagy? Nem. Ah, de cuki, hogy szavarba van aranyom. Itt te nem. Jaj, de cuki vagy, Willike, hát nem bírom. Willike, miért ilyen aranyos? Kim néni is. Walk down the aisle. Szeretném, hogyha ott maradnának egyébként a fenekükön. És ilyenkor most... Várjatok. Kicsit kikapcsolom az autonómiát. Off. Egyelőre. Aztán remélem nem felejtem el visszarakni. Csak azért, hogy ne szaladjanak el. Amikor majd intézem a kis esküvőjüket. Nekik nem mondták, hogy tilos és illegális ennyire cukinak lenni? Jaj, hogy integet. Istenem, sír. Ne sír, Kim néni. Semmi baj. Semmi baj. Oké. Exchange vows. And kiss. Vidoficient. And kiss. Mindent szeretnénk. Csak az a bácsi ne ülne ott. Meg az a néni ne lenne a háttérben. Tökre teszitek az esküvőnket. Menj innen! A legjobb esküvői kép ever. Tünés néni! More choices van olyan, hogy send away. Actions. Nem. Nem tudom elküldeni most. Várjátok, testing cheats true-val, hát ha. Nini, menj innen. Reset. És esetleg... Hát megölhetnénk, de az nem lenne jó. Patu cheats. Nice. Na jó. Úgy látszik, ez a néni jött fotobombolni és cenzúrázni a kis csókunkat. De nem baj, mindenki nagyon cuki. Mindenki más. Azt hiszem, minden esküvőn van ilyen egy-egy anyós, vagy valami rokon, unoka, testvér, bárki, aki szeretné elvinni a Rivalda fényt. Hú, nagyon hangosak most a szimek hozzám képest, úgyhogy elnézést, hogyha esetleg nem hallatszok. Szinte hallom, ahogy kibúzzák onnan azt a nőt. Ha... Istenem! Ez volt mind. Nem vittétek túlzásba a csókot, srácok. Na. Send up to Sims és Kim, de közben have guests throw rice. Úristen! Sikerült! Nézzétek, de édesek! De nagyon vicces, hogy Willike sír. Kim néni megvigasztalja. Túl cukik! Istenem, kár, hogy nem volt zongorista, azt nem vettünk föl, de nem baj. Szolgáljunk fel valami ételt itt az embereknek. Serve all. És... karamellel is megtölthetnénk. Az nagyon-nagyon jól hangzik. És...
sokival is, de legyen fruit punch, legyen valami innivaló, és szolgáljunk fel almaléteát itt az embereknek. Ó, nagyon hangulatos amúgy. Mondjuk ezt nem a mennyasszonynak kéne csinálnia, de nem baj. Gather for toasts. Tudunk... itt gatheröljünk for toast. Gather for toasts. És akkor mindenki szépen jön toastolni. Az a néni kiakaszt. Öt még ki fogjuk utálni. Request toast from. Legyen szíves toastot mondani nekünk. Rami. Mert ő cuki. Remélem hajlandó elvállalni ezt a taskot tőlünk. Ott van, figyellek, Rami. Mész mondani toastot? Nem. Ja, nem, még most kérjük meg. Szuper. Ez egy nemnek hangzik. De ez egy pozitív kérés volt, király. Nem emlékeztem, hogy ilyen sok embert meghívtunk. Nézzétek, hogy toastot mondta kis egészségünkre, öcsi. Imádom a Sims-et. És egyébként én szeretem ezt a packet, még akkor is, hogyha egy kicsit bugos. De egész jól meg lehet szervezni az esküvőket egyébként. Kim néni, ígyatok! Imádom, hol van Vilike? Ja, ott smúzol itt jobb alsó sarokba, öcsém. És csinálhatnánk egy olyat, hogy gather for first dance. Így a köszöntő után. Jó, mondjuk először vacsorázni szoktak, nem? Vagy nem? Először dance-elnek? Fene se tudja, nem értek az esküvőkhöz. És have first dance with Willy. Tök jó, hogy itt összegyűltetek. Itt még a rizsszórásnál tartotok. Kicsit le vagytok maradva, emberkéim. Az fönnakadt a plafonon. Na, Vilike, ezt egyrészt kapcsoljuk be, és legyen valami lassú, hogyha lehet. Metal. Az jól hangzik. Legyen pop. Jó lesz a pop. Sokan nem szeretik a popot. Akkor Change Station. Classical. Vagy nem tudom. Szóval, have first dance with Willy? Na, azért. Vilike, fiam, mit csinálsz? Gather for first dance. De te ne gatheröljél, te first dance-elje, majd a többiek gatherölnek, jó? Te se gatheröljél, hanem first dance-elj. De most hova mentek? Itt gatherölnek az emberek, srácok. Nem lehet azt mondani, hogy first dance here? Na jó, mindegy, ők egy kicsit szerették volna élvezni a privát szférát idekint, mondjuk. Nem hibáztatom őket, nagyon szép itt a környék. Az idő nem a legjobb, de nem is olyan rossz. Ilyen aranyosak. Miért szeretem mindig ennyire a szímeimet? Túl cukik. Még a gyűrű is nagyon tetszik. Kim néni, tudom, hogy én adtam neki, és alapból nem kapnak gyűrűt az esküvő alatt, de annyira cuki. Ceremony activities, gather for first dance. Gyertek! Gyertek, srácok, itt vagyunk kint. Valaki ott megmozdult, nem? Jó, deg-deg, de miért ott? Egyébként érdekes, hogy hallani lehet a cipőjüknek a mozgását. Senkinek nem gyanús, hogy nem itt dance-elünk. Az ég áldja meg őket. Valakinek nincs kedve itt ceremony activities gather for first dance. Nincs kedvetek itt gatherölni, srácok? És ráadásul ez se az se pipálódott még ki. Miért Vilike a lány? Nem baj. Azért cukik. Próbáljuk azt, hogy gather for recessional, vagy time to eat esetleg.
Ja, nem, most ide kimennek, akkor... Ah, nem tudom, mit mondjunk nekik, hogy ide jöjjenek. Mindegy. A first dance az készen van. Szóval jók vagyunk. Legyen akkor egy time to eat. Most már csak egyenek. Time to eat. És akkor csinálunk még majd egy csoporttáncot. Kíváncsi vagyok, hogy a ceremónia addig tart, ameddig mi akarjuk, vajon? Mi nem tetszik nektek, mi büdi? Srácok, mi büdi? Nekem ti nem finnyákoljátok a fancy esküvői ételünket. Jaj, nem küldtük rá a gyűrűhordozót a kis sávon, vagy hát a kis folyosón. Ez szomorú. Szegényt ide rángattuk az esküvőnkre. Aztán még ez se jött össze. Na, se baj. Imádom ezeket az asztalokat egyébként. Nagyon esküvősek. Ó, de olyan boldog vagyok. Vilikék is boldognak tűnnek. Kim néni, te már ettél? Szuper. Akkor megvárjuk, amíg esznek az emberek. Addig elmehetsz mosdóba. Jaj, meg kéne hire staff mixologist. Sarah Scottot felvehetnénk. Nem. Ha már nem volt hajlandó eljönni az esküvőnkre tanúnak, akkor nem fogjuk felvenni őt dolgozni. Ezt előbb kellett volna elintéznem, előbb kellett volna zongoristát is hívni, meg mixológust is. De most már mindegy. Vilika addig egy kicsit smúzol itt az emberekkel, te a wedding story. Nem, mint hogyha nem lettek volna itt. Give speech? Ki mondjon speechet? Te, mondjál nekünk speechet. Mi meg üljünk le, Vilika, akkor nem. Hallgassuk esetleg, lehet olyat? Ezek szerint nem. Szegény, szomorú, és valaki belepisélt oda a bokorba. No, hát akkor legyen egy olyan, hogy... Ceremony activities. Nem. De itt van olyan, hogy... Dance battle? Nem. Wedding group dance. Ó, bele kell adni az embereket a kis csoportunkba, akkor, ha vegy Vilikám. Oh, admire new events. Cuki. Szóval, actions. Form group. Hozzáadjuk Vilikét, Ramit, Rasdiánt, vagy nem tudom, hogy ejtik a nevét. Őt is hozzáadjuk. Kevint is hozzáadjuk. És talán így elég kiegyenlítetlen. Hillary-t ismerő volt a kis tanunk. Akkor még egy Zekerit is hozzáadunk. Szuper. És azt mondjuk, hogy wedding group dance. Gyertek dance-ülni. Őt miért nem tudom hozzáadni egyébként? Tehát, hogy aki az összeesketőnk volt. Na most meg ő nem szereti, meg táncolni se szeret. Mit bénáztak, fiaim? Gyerünk, táncoljatok! Na jó, Vilike már nagyon éli legalább. Mert mindenki szomorú, mi történt? Na, ő is nagyon éli, Kevin is, ez az. Kevin a lélekállatunk. Elkezdenétek azt a group dance-et? Wedding group dance, gyerünk! Ez, hogy nem fértek el. Oké, várjatok. Az a bajotok, hogy ez így belelóg? Akkor kicsit arrébb rakom ezt meg, nem tudom, kirakjuk ide. Egy kicsit elállja az ajtó, de nem baj. Próbáljuk meg még egyszer. Addig nem mentek el innen. Amíg nem wedding group dance-eltek. Oké, ez nem fog összejönni, úgy látom. Egyedül Vilike éli ezt a dolgot. Na hát, akkor menjünk haza szerintem. Miért kaptunk plusz 200 szimoleont? Ezek szerint nem végtelen hosszúságú az esküvő, nem tart addig, ameddig csak mi szeretnénk. Na hát. Nem baj, szerintem így is jó volt. Nagyon kis hangulatos volt. De tény, hogy egy kicsit nagyobb kontroll jó lenne, meg hogyha szót fogadnának a szimek, te itt meg akarsz fagyni, fiam? Na jó, ti még itt maradtok partizni, úgy látom.
Szerintem például tök jó lenne, hogyha elmennének Tartoszára, Nászútra. Ezt gyorsan kipakoljuk azért előtte, meg egy picit gondoskodunk az állatokról is, meg mindenről, magunkról is. Gyorsan scatterfeedelünk, mert mindjárt lázadnak a csikenkéink, már lázadnak, oda nézzetek, hogy visítanak. Éhes az összes, mint az állat. Jó sok scatterfeedet ide pakoljál be, hogy elég legyen egy évig nekik. Aztán egy szót se karácsonyig pipikék, mert le lesztek vágva, hogyha rosszak vagytok. Ú, de sok csirkénk van, te jó ég. Még egy scatterfeedet benyomhatsz, mert már be is tolták az összeset. Scatterfeed, mert már egyből visítanak. Mi az, hogy nincs? Mert nem akartok tápot. Neked még nem jutott? Amúgy a scatterfeed miért nem ad nekik annyi kaját, ami mindenkinek elég egyszer? Scatterfeed. Ha egyből feleszitek, teljesen kiakasztotok engem. Slightly dirty. Collect eggs először is. Clean coop. Collect eggs. Clean coop. De ti már egyből megzabáltok mindent, és megint éhesek vagytok. Clean, full. Jó, nem, fullon vannak. Oké. Okay. Jézusom! Most nagyon megijedtem. Gondolom ti is attól, hogy beleüvöltöttem a mikrofonba. No! Ezt nem akarom megnézni, Vilike, menj innen, nem akarod látni. Take bath. Gyerünk. Te nem ettél az esküldön, fiam? Get leftovers, aztán elmehetsz aludni Kim nénivel. Nem akarom látni, ahogy elviszik a csikenkét. Nem bírom. Nem bírom feldolgozni. Istenem, melyiket viszik? White hand. Szegény white hand. Soha többet nem akarok állatot a Sims-ben. Én ezt nem tudom feldolgozni. Get leftovers, gyorsan. Ne itt aludjál be, egyél. Istenem, amilyen gyámoltalanul kijönnek, és meglátogatják a kis kaszást. Aj. Na, aludjál egyet a kádban, Vilike, de csak annyit, hogy fel tudj menni utána az ágyba, jó? Hogy ügyesz vagy. Love day van, ami tökre ideális lenne egy Nászúthoz, mondjuk Tartoszán. Na de nagyon szeretném eladni előtte a terményeinket. És nem tudom, hogy itt hagyhatjuk-e az állatokat. Vagy velük mi lesz, amíg Nászúton vagyunk. Ez a kérdés. Illetve ezeket is be kell aratni. Harvest all. Gyerünk, Vilike fiam. Ezt még el akarom intézni, legalább az eladást. Hú, mi a, mit szeretnél? Ó, I have a crush on Riku. Persze. Gyertek össze, szüljetek babákat. Gondoskodunk minden szükségletedről. Megetetjük a csikenkéket, mert starvingolnak megint. Scatterfeed. Vagy ő nem tud onnan visszajönni? Oké, kijött onnan, szuper. Szó-szó! Gyertek enni, csikenkék! Aztán nekem ne hisztízzetek, jó? Szuper! Téged megmosunk, téged is megmosunk, de valamiért Kim néni nem tudja megmosni milkshake-et. Neki sose sikerül. Vilikének meg mindig. Nem tudom, hogy ez hogyan van. Na most ide jött, előjött, akkor csak sikerülni fog. Hú, de nagyon koszos vagy, milkshake fiam. Oké, és milkshake, és utána töltjük a kajájukat is. És most várunk. Van-e még éhező csikenkém? Nem, fullon vannak, okésan érzik magukat. Szuper. Természetesen a terményeket átadjuk Vilikének, aki megint nem fog odaérni a marketre. Kiakasztasz, Vilike, kelje fel. Elmehetünk be először is a városba eladni a terményeinket. Na, ezek már megértek, úgy látom, de mindegyik elkeserítően kicsi, kivéve azt a két tököt ott. Na, se baj.
próbáljunk hegölölni egy kicsit, hát, hogyha több pénzt kaphatunk a terményeinkért. Ki az új Kim néni? Hát ez nem lett túl sikeres. Na, adjuk el a cuccainkat. Na, az összes terményünket eladva csak 4720 szimoleont keresünk, ami nem rossz, de nem a legjobb. Gyorsan hazamegyünk Kim néniért, és utána elutazunk. Take a vacation. Most van egy csomó pénzünk arra, hogy elverjük vakációra. Kim, nagyon szép. Tudja ez a játék, hogy mit akarok. Mondjuk azt nem tudom, hogy kire bízzuk az állatokat ilyenkor. És Tartoszára szeretnék menni nyaralni. Van itt egy rental, több nincs. Akkor kizárásos alapon ide fogunk menni, és szerintem egy olyan 3 nap, sok 2 nap elég lesz, hogy felfedezzük itt a környéket, vagy legyen 3, aztán maximum előbb hazamegyünk. Jó, menjünk 3-ra. Ezt nézzétek, milyen szép helyen van ez a telek, elképesztő. Nagyon tetszik ezek a kis szülőültetvények. Nagyon szép. Úristen, jacuzzi is van. Tökéletes. Mennyire királyul néz már ki, ez még az egyik frissítéssel jött, de sose használom azt a jacuzzit. It's the happiest hour of all for cheapskate Sims. Everyone enjoy drinks at a discounted price. Ez nagyon jól hangzik, és egyébként is Love Day van, úgyhogy azt mindenképpen meg kell ünnepelni, és nézzétek, milyen szépek a színei ennek a világnak. Olyan szépek a bútorok is ezekben a fényekben, és alig várom, hogy kikapcsolódjunk és felfedezzük a környéket, viszont az már a következő epizódnak a része lesz, ugyanis már elég régóta játszok ezzel a résszel. Szóval remélem tetszett nektek ez a videó, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!